Drámai fordulatot vesz a koncert. Következik egy kis dráma. Megkérek mindenkit, hogy a vetítés helyett most képzelje el, hogy itt nem minket, hát egy vetítővásznon. És a vetítővásznon megjelenik egy ilyen tipikus vadnyugati sztyeppe. Ja nem, az préri. És a vadnyugati préri küllős közepén ott áll egy vadnyugati, teljesen vadnyugati vendégfogadó. Fúj a szél. Üvöltenek a farkasok. Nem a macskák, farkasok. És a teljesen vadnyugati, elhagyatott vendéglő ajtaján lassan belép valaki. Ott szembe találja magát egy csőre töltött kakukkos órával. És ott bent már várja az ellenfél. Mindketten ilyetten a fegyverükhöz kapnak. Mindegyik a másikéhoz. És kezdetét veszi egy vérfagyasztó párbaj. Amelyet életre halálra vív a banjó és a mandarin. Most még csak méregetik egymást. Méltó ellenfelei egymásnak. És most mind a ketten a fegyverük felé közelítik mellső végtagjaikat. A hangulat egyre feszültebb. Pláne itt a színpadon. Ez volt a Benjo rövid sorozata. Életre is úgy van az, hogy a nevető harmadik és az győz.